Egész Barcelonát, különösen a szurkolókat, a kulékat letaglózta a klub csütörtök esti bejelentése, miszerint bár mindenben megegyeztek egymással, gazdasági és strukturális akadályok miatt mégsem tudnak szerződést hosszabbítani Leo Messivel. Pinteken döbben drukkerek gyülekeztek a Camp Nou környékén. Magyarázatot vártak arra a döntése, ami végérvényesen lezárja a Gránátvöröskék klub történelmének legdicsőségesebb korszakát. Mi szurkolók abban a hitben voltunk, hogy itt folytatja pályafutása végig, nálunk marad a hír, hogy mégsem mindannyiunkat sokkal mondja az egyik. Hogy ki szúrta el, a Barcelona, Messi vagy a Liga, nem tudom, de képtelen vagyok feldolgozni, állítja egy másik. Az elnök magyarázata szerint a klub azt akarta, hogy Messi maradjon, Messi is maradni akart, de a Liga új fizetési szabályzata miatt nem lehetett megkötni az új szerződést. A klub legnagyobb legendája 13 évesen csatlakozott az FC Barcelonához, és 21 év után hagyja el azt.